A világ karbon kibocsátása 2030-ig további 16%-kal nő az ENSZ előrejelzése szerint, pedig a klímaváltozás megállításához arra volna szükség, hogy ez a felére csökkenjen. Greta Thunberg a milánói Youth for Climate konferencián ezért is kritizálta a világ vezetőit. There is no planet B. Azt mondják a politikusok, hogy nincs másik bolygó, blablabla. Bla, bla. Ez nem valami drága, politikailag korrekt cukiskodás, vagy ilyesmi. Építsünk jobbat, blablabla. Zöld gazdaság, blablabla. Ilyeneket hallunk az úgynevezett vezetőinktől. Szavak, amik jól hangzanak, de még semmilyen eredményt nem tudnak felmutatni. Words that sound great. But so far has led to no action. A klímaváltozás Európában esőzéseket, hirtelen változásokat okoz, de Afrikában hatalmas területek száradnak és válnak lakhatatlanná. Erre hívta fel a figyelmet egy ugandai felszólaló. Sokunknak a gázkibocsátás csökkentése nem elég. Nem lehet elveszett kultúrákhoz adaptálódni, nem lehet elveszett hagyományokhoz sem. Nem lehet hozzászokni az elveszett történelemhez, és nem lehet hozzászokni az éhhalálhoz sem. A hivatásos politikusok október elején gyűlnek össze Glasgow-ban a COP26 konferencián. Az ENSZ, az Egyesült Államok és a házigazda britek szerint sem várható áttörés a konferencián.